Pátaszéken idén is tartottak kosaras tábort, melyre minden évben rengetegen jelentkeznek, korosztálytól és nemtől függetlenül. Már meg sem tudom mondani, hányadik alkalommal kerül megrendezésre a kosárlabdatáborunk. Vegyes korosztályban rendezzük, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vesz, és bontott korcsoportokban tartjuk az edzéseket délelőtt és délután is. Jelenleg 35 fő van jelen, mindegyik gyermeknek volt már meccs rutinja. Volt, aki az első bajnokságát játszotta az előző szezonban, van, aki pedig már a 6.-7. évét tapossa itt a VS berkein belül. Voltak olyan játékosok is, akik itt kezdték a kosárlabda pályafutásukat, most azonban már más klubokban játszanak a környező városok egyesületeiben, de mindig szívesen visszajönnek ide a kosárlabda táborunkba együtt játszani a régi csapattársakkal. Azonban nem csak a sportolás van előtérben, a gyerekek tudásának fejlesztése is kiemelt szempont a szervezők számára. Abban különleges itt a Bátaszéki kosárlabdatábor, hogy a rendelkezésre álló 5 nap alatt nem csak kosárlabdával és edzésekkel töltjük az időt, hanem mindig igyekszünk kulturális programokat is szervezni a gyerekeknek. Így meglátogattuk itt a helyi, nemrégiben átadott székelyházat, volt kézműves foglalkozás, megyünk túrázni, illetve a szabadidős programok is rendkívül változatosak. Az összetartó kosaras közösség és a szülők munkáját dicséri, hogy volt, aki behozott társasjátékot, tollaslabdahálót, úgyhogy nagyon változatosan tudják eltölteni a délután a szabad idejét is a gyerekek. A gyakorlati és erőnléti feladatok mellett ismeretterjesztő játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Egy órás edzéseket tartunk délőtt és délután, és hogy ne teheljük túl a gyerekek szervezetét ebben a nagy melegben. A játékos bemelegítővel, gimnasztikával, futógyakorlatokkal, és ebben a táborban, főleg a nagy meleg miatt is, illetve azért, mert augusztus elején járunk, és még nem az erőnléti alapozás kezdődött, hanem inkább ilyenkor a holt szezonban esetleg elfelejtett technikai tudást igyekszünk felfrissíteni, szóval nagyon sok labdaügyességi, technikai elemet szoktunk belevenni, illetve hát sok streetball és meccsezés is van, ahol próbáljuk azokat így feleleveníteni, amik esetleg megkoptak a nyár alatt. A legkisebbek számára készültünk kvízekkel, hogy ne csak a pályán lévő dolgokkal legyenek tisztában, de az alapfogalmakkal is, hiszen ez mind nagyon fontos ahhoz, hogy értsék azt, hogy mit csinálnak a pályán, merre mozognak, mit kell tudni a kosárlabdáról, hogy aki néz esetleg szabad idejében meccset, NBA meccset, magyar élvonalt, vagy esetleg otthon kosárlabdázik, akkor ez mind-mind hozzá tud adni ahhoz, hogy jól teljesítsen a pályán. 5 napos a tábor, és Komsász Éviánál lehet jelentkezni mind a szeptembertől induló kosárlabdázéseinkre, mind pedig ugye a táborra. Általában ide már olyanok szoktak jönni, akik már eleve kosárlabdáztak nálunk, vagy aki esetleg érdeklődött, de mivel egészen óvodás kortól kezdve vannak csoportjaink, azért alapvetően a bátaszéki gyerekek mind-mind tudhatják, hogy ugye kit kell keresni, és hol tudnak csatlakozni hozzánk, de mindenkit szeretettel várunk. Facebookon is megtalálnak minket, szóval ott is fel lehet venni velünk a kapcsolatot. Sokak a baráti társasággal térnek vissza a táborba évről évre. Idén én 3. vagy 4. alkalommal jövök erre a táborra, másodszor, mikor ugye itt helyben rendezzük a mi sportcsarnokunkban. Sok barátom van itt, igazából mindenkivel nagyjából jóba vagyok. Mindig bemelegítő feladatokkal kezdünk általában, kicsikkel fogócskázunk, vagy éppen futóiskola, ha úgy van, labdával. Utána gyakorlunk dobni például, vagy elindulások. Itt vannak a barátaim igazándiból, meg tanulok mindig valami újat, meg igazából nem is azért is, hogy kosarazzak, de szerintem a hangulata, hogy itt vagyunk, és lefoglal minket a nyári szünet alatt. Nem ebből a sportból akarok én megélni. Én azért járok, hogy sportoljak, és jól érezzem magam igazándiból a társasággal. A gyerekek legjobban az interaktív programokat és a kötetlen edzéseket szeretik. Elsőnek vagyok táborban. Nagyon jó itt lenni, sok barátot szereztem. És rengeteg ismerősöm van itt, hát óvodából is már ismertem, meg iskolából is már, többet ismertem, meg így baráti körből is rengeteg embert ismertem, és hát kosarazunk, edzünk, először reggelizünk, utána kosarazunk egy kicsit, játszunk persze, és szoktunk olyanokat csinálni, hát
néha fotózunk, és bunkikat is építünk, rengeteget, és néha el is lopnak dolgokat onnan. És szoktunk olyanokat csinálni, hogy programokat is szerveznek nekünk, utána ebéd van, utána jönnek a programok, utána pedig hát megint edzünk, pihi, edzünk, utána pedig megyünk uzsonnázni, és megyünk haza, de nagyon sok barátot ismertem meg, és nagyon jó itt lenni. A nagyobbaknak a streetball és az ittszerezés számít a kedvenc feladatnak. Napközben ugye a nagyokkal edzek, általában streetballozni szoktunk, de szoktunk zicserezni is. Az edzést úgy kezdjük, hogy a kicsik és a nagyok együtt, hát ott ilyen bemelegítő feladatok szoktak lenni, meg ilyen labdaügyességi. Hát itt kezdtem a kosárlabdát Bátaszéken, aztán átmentem Bonyhádra, onnan meg Szekszárra. A kosaras tábor nem csak kikapcsolódás, de hasznos időtöltés is a gyermekek számára.